Bibliánkat, és nyissuk ki az első Korintusban érkezett levél 13. részénél. Korintus beliekhez írt első levél, 13. rész. 1 Korintus 13. 1-től a 8-as verseneit fogjuk olvasni. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint az engő érc, vagy mint pengő címbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind feléthetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznú abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fogalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúgja fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent elfér. A szeretet soha el nem fogy. Foglaljuk helyet. Gyermekek, kimehetünk a az adott ige szakaszt a Bibliából személyessé tette. Az egyik az a 23. Zsoltár. Ez a Zsoltár így kezdődik, az Úr az én pásztorom. És amikor erről hirdettem igét, akkor hozzátettem egy szót. Ha az Úr az én pásztorom, akkor nem szűkölködöm. Ha az Úr az én pásztorom, akkor füves legelőket elenged. Ezt a Zsoltárt személyessé tettem, hogy vegyük magunkra, hogy ha az Úr az én pásztorom, én magam, ne csak általánosságban, mint ahogy Dávid mondja, az Úr az én pásztorom, hát nekem is az én pásztorom, és általánosságban értem ezt. Személyessé tettem ezt az igehirdetést. Volt még egy, amikor Jézus mintaimájáról beszéltünk, ami így kezdődik, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Azt mondja Jézus a tanítványára, ti azért, mikor kérik, hogy taníts minket imádkozni. Jézus azt mondja, ti azért így imádkozzatok. Így építsétek fel az imáitokat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Amikor erről az ige szakaszról hirdettem és tanítottam, akkor így kezdtem, az én atyám, aki a mennyekben van. Szenteltessék meg a te neved. Én atyám, én mennyei atyám, legyen meg a te akaratod. A mai ige szakaszt is szeretném legalább ennyire személyessé tenni. Ugye mindenkinek nagyon jól ismert szakasz az 1 Korintus 13, amit úgy is ismerünk, hogy a szeretet himnuszát. És amikor rá fogunk térni, és elkezdünk végigmenni rajta, akkor szeretném ezt is személyesíteni. Hogy nem a szeretet hosszú tűrő, az én szeretetem hosszú tűrő és kérdőjel. És így fogunk végigmenni azon, hogy megvizsgáljuk, ez egy teszt, ami számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen a szeretet. Isten szerinti vagy nem? Nagyon nehéz dolgom van ma. Mert Isten egy olyan üzenetet bízott rá, amit nekem is hallanom kell. Tehát én ezt legszívesebben felvettem volna videóra előre, és lehúznám ezt a vásznat, odaülnék közétek, és én is nézném veletek együtt. Mert rám ugyanúgy vonatkozik, mint irántak. Hogy miért aktuális ez az üzenet ma? Azért, mert a sátán megtámadta a gyülekezetünket. A sátán látta, hogy itt változás történt,
látta, hogy itt nem csak annyiban merül ki a változás, hogy nem amerikai nemzetiségből lelkipásztor, hanem magyar nemzetiségből. Nem abban merül ki, hogy nem angolul van a prédikáció, hanem magyar. Hanem szeretnénk lelki igazságokban is változni. Szeretnénk, ha Isten kimozdítani bennünket abból a meggyőződésünkből, hogy mivel ezt így szoktuk tenni, azért ez jó. Szeretnénk változni. És az ördögnek ez nem tetszik. Az első, amit megtámadott, az a gyülekezeti egység. Én, mint lelkipásztor, javasoltam, hogy tegyünk ide ki egy táblát. És három felírást javasoltam, mi legyen. Abból a háromból már öt lett, öt, még kettőt hozzáért a két javaslatot, és lett egy ilyen demokratikus, erre szavazok, arra, én ezt akarom, azt akarom, mindenki azt a javaslatot adta, ami jónak látszik az ő személy előtt. A saját meggyőződés alapján azt mondta, szerintem ez lenne jó. De nem voltunk konszenzuson, nem voltunk egységben. Ezért fogtam ezt a táblatémát, és odaraktam a fiókba félre. Majd amikor el tudunk dönteni, nem ez a leglényegesebb, hogy mi van kírva, és mikor lesz kírva. Az egység a lényeges. Az, hogy ne engedjünk a sátánnak tenni. Tehát megtámadott bennünket gyülekezeti szinten az egységünket. Ezt nem engedtük, becsuktuk az ajtót, becsuktam félre raktam. Van még egy terület, ahol a gyülekezetet megtámadta. Ha nem tudja megtámadni itt, az épületen belül a gyülekezetet, ha nem tudja felborítani az Isten tiszteletünk rendjét, az ima alkalmazásnak a rendjét, akkor tudjátok, hol kezd támadni a sátán? Otthon, a családjainkban. Miért? Mert ő nagyon jól tudja, hogy akkor lesz erős gyülekezetünk, ha erős családjaink vannak. Erős családok alkotnak egy erős gyülekezetet. És akkor lesznek erős családok, ha erős házasságok építik azt fel. És akkor lesznek erős házasságok, ha vannak erős férfiak, akik felvállalják a felelősségét a vezetésnek. A vezetés nem kiváltság. Az is, mert Isten ezt adta a férfiak. De leginkább felelősség. Ugyanígy van ez a gyülekezetnek a vezetésében is. Akik itt diakonusok, elöljárók, azok felelősséget vállaltak, mert számot fognak adni arról, hogy mit tettek Krisztusért a gyülekezetben. Arról, hogy az emberekkel milyen volt a kapcsolatok, a szolgálatok során. Tehát ez egy felelősség. És azt vettem észre testvérek, hogy a sátán megtámadta a gyülekezetünket, megtámadta a családjainkat. Ha körülnéztek, meg tudjátok számolni körülbelül hányan vagyunk. Négy asszonyról tudok, akinek elhagyta a száját az, hogy én legszívesebben elválnék. És több férfinek is megfordult ez a fejébe, és lehet, hogy mérges olvált, hogy itt hagylak téged. És most itt keresztényekről beszélek. És azért mondtam nektek az elején, hogy én ezt lehúznám, ezt a, mert az én házasságomat is megtámadta sátán. Én egy évig kiálltam a szolgálatból. És még most is támadás alatt vagyok. Miért? Mert itt vagy, aki itt előállal a céltáblát, az van legközelebb a sátán céltáblájához. Mert ő nagyon jól tudja, ha vezetőket el tudja ejteni, az hatással lesz a gyülekezet. Tehát ez az ige hirdetés, amit Isten ma a szívemre helyezett. Ez elsősorban nekem is szól. Aztán nektek is. Akkor akik most nem házasok, mint Péter, hát én kényelmesen hátradőlök, hát ha házasságban támadta a sátán, na akkor én itt most nyugodtan vagyok, mert nem vagyok támadással. Testvéreim, aki még nem házas, az is tud ebből tanulni. Meg tudja látni azt, hogy hogyan kerülheti el azokat a csapdákat, amiben mi hívő keresztény házaspárok belecsünk. Tanulj belőle, testvérem, és kerüld el az ördögnek ezt a csapdáját. Akik pedig már nem házasok, mert özvegyek, azok pedig nagyon jól tudják, és legfeljebb majd bólogatni tudnak, hogy hát igen, ez is igaz, ebben én is beleestem. Ezen átmentem, ezt másképp csinálnám, ha újra kezdhetnék. Ezért kezdtem ezzel az ige szakasszal, és majd két olyan ige szakaszt fogok említeni, ami megoldást kínál. Amiben Jézus azt mondja, hogy na figyeljetek ide, akkor ezt mondom én a ti javaslatokra. De kezdjük először a szeretet himnuszával, amit így ismerünk. Testvérek, az első három verset, ha megnézzük, Pál apostol, és mindig egy-egy ige szakaszt a szöveg környezetében is meg kell nézni. Nem lehet kiragadni. Nem csak egy ige verset nem lehet kiragadni azért, hogy egy tantételt bizonyítsuk vele, de akár egy fejezetet. Itt a 13. fejezetet nem ragadhatom ki a 12.
és a 14. fejezet közül. Mert Pál apostolnak azért kellett ezt oda tűzni, mert a 12. fejezetben is ő a nyelveken szólásról szól, hogy testvérek, valami némelyek közületek büszkék arra, hogy a nyelveken szólás ajándéka van. Némelyek pedig összehúzzák a nyakukat, mert ők nem értik, mert ők ezt nem kapták. És a 14. fejezetben szintén azt mondja, hogy van, aki a profétálás ajándékát kapta, valaki a nyelveken szólását. Inkább akarok érthető nyelven szólni, hogy értsék az emberek, mint nyelveken szólni, hogyha nem értik. De ti nem jól cselekszetek, mert büszkék vagytok, nincs bennetek meg az a szeretet a testvéreitek felé. Pál apostol a gyülekezeten belül szeretet hangsúlyozta. És három fajta szeretetet említ a Biblia. Ebben az ige szakaszban az első az agapé féle szeretet, ez az Isten szerint való szeretet. Van a filó szeretet, ami a látói szeretetnek mondhatnánk, ami az érzelmi síkon. És a harmadik fajta szeretet, az pedig az erosz. Ez pedig a testi szeretet, amikor egy házaspár testi kapcsolatban egyesül. Ez az erosz. Ez a három görög szó van a szeretetnek a kifejezésére. Három szó, de mindegyiknek más értelme van. Az 1 Korintus 13-ban, amikor Pál apostol a szeretetről írt, itt az agapé szó szerepel. És miért különbözik az agapé a másik kettőtől? Azért, mert az egyik az érzelmi síkon fejezi ki a szeretetünket, a fileó, az érzelmeinknek a megnyilvánulása, amikor udvarolunk, amikor szép szavakat mondunk. Az erosz, az a testi vágyainkat fejezi ki, amikor megsimítjuk a feleségünk haját, amikor kifejezzük azt a testi vonzalmat, amit egymás iránt érzünk. Az agapé szeretet, ez a két fajta szeretet, ez kölcsönös, oda és vissza működik, én adok és kapok cserébe. Viszont az agapé szeretet annyiban különbözik, ez az Isten szerinti szeretet. Isten így szeretett minket. Ennek a agapé szeretetnek az a jellemzője, hogy ez csak ad. Úgy ad, hogy nem vár vissza semmit. Ez nem azt jelenti, hogy nem kap majd vissza az, aki ezt az agapé szeretetet adja, de nem vár érte semmit. Volt itt egy igehirdető, aki erről tanított, és azt mondta, hogy az agapé szeretet azt jelenti magyarul, hogy szeretlek és pont. Nem azt mondja az agapé szeretet, szeretlek, mert szép a hajad, jó az alakod, csinos vagy. Szeretlek, mert reggelit készítesz nekem, ágyba hozod a kávémat. Nem. Szeretlek, és pont. Szeretlek, mert így döntöttem. Nem azért szeretlek, amit teszel értem, hanem azért szeretlek, aki vagy. Mert eldöntöttem. Ha a szőke hajad barna lesz, ha a hosszú hajad rövid lesz, ha megváltozol az alakot, a testi módodban megváltozol, nem érdekes, mert szeretlek és pont. Mert én azt szeretem benned, aki te magadért szeretlek, nem a tulajdonságaidért, nem azért, amit nekem adni. Ez az agapé szeretet, és tudjátok miért csodálatos ebben? Hogyha így szeretjük az Istent, ezzel a szeretettel, hogy nem várunk vissza semmit, Isten ezt látja, és azt mondja, na figyelj, ez nem maradhat hálátlanság nélkül. Ő duplán fogadni. És figyeljetek ide, ezt a szeretetet várja a férjtől és feleségtől, hogy így adjunk egymásnak. Tudjátok, mi a probléma a házasságainkban? Hogy megváltozott a szeretetnek az iránya. Megváltoztattuk a szeretetünknek az irányát. Tudjátok olyan? Mintha egy folyónak az irányát meg akarnád változtatni. A Duna folyik délre, nem is folyjon északra, megváltoztatom. És tudjátok, mit csináltunk mi? Azt csináltuk, hogy ez a szeretet, ami bennünk van, emlékezzetek vissza a házaspárok, amikor kezdtél udvarolni a feleségednek, amikor feleség, fogadtad az udvarlást, és figyelted, és te is akartál kedves lenni az udvarlód számára. Emlékezz vissza, mit tettél akkor? Azon gondolkodtál, mit adhatnék neki, mit mutathatnék magamból, mivel lehetek ő neki olyan áldás, amivel én a szeretetemet kimutatom felé. Adni akartál a másiknak. Mit adhatok, azt figyeltek, mit adhatok ő neki, hogy ő boldog legyen, hogy lássam, hogy ő elégedett velem, hogy ő szeret engem. Én adni akartam neki. Ez volt a helyes folyás, hogy egyik is akar adni, és a másik erre reagál. Én még többet akarok adni. Nem, én még többet akarok adni. És tudjátok, a szeretetnek ez a helyes iránya, hogy azt nézzük, hogy mit adhatunk, ez a filó szeretet. És ebben hibázunk mindannyian, én is. Lehúzhatnám ide a vásztat, odaülhetnék a feleségem mellé, és nézhetném én is. Mert ugyanebben hibás vagyok. És tudjátok, mi volt a hiba? Amit én is és ti is elkövettetek? A
az, hogy megváltoztattuk ennek az irányát, és azt mondtuk, nem azt néztem ezután, hogy én mit akarok, mit adhatok a feleségemnek, mit kaphatok tőle, mi az, amivel ő betöltheti az én szükségeimet, mi az, amivel jobbá teheti az életemet, mi az, amivel én jobban érzem magam. És én már nem azt néztem, hogy mit akarok adni, hanem mit kaphatok tőle. Csak tudjátok ennek mi a baja? Ha én megváltoztatom ezt az irányt, és nem én felőlem nem megy az áramlás, a szeretet áramlásodat, akkor ő is arra jön rá, hát én felém nem jön a csap. Én is megváltoztatom, legalább magamnak maradjon. És mind a ketten azt nézzük, hogy mit kaphatunk a másiktól. És ha sokáig úgy van, hogy ez a csap el van zárva, és semmit nem kapok, akkor jönnek azok, hogy szóvá teszek, kifejezem szabad formájában, ha te engem jobban szeretnél, ha te ezt is ezt megtennéd nekem, akkor majd én is. De te rád várom, te nyisd meg először a csapot, te tedd meg az első lépést, mert ha te ezt meg tudnád tenni, akkor már én is, hát én csak arra várok, hát én kész vagyok adni. Valóban testvérek, kész vagyunk adni. Elmondja mi ez? Kifogás. Ugyanezt gyártottam én is a feleséget felé. Ha te megteszed az első lépést, ha te odabújsz és kedvességet mutatsz, hát áttöröd a gátat, ami bennem van, és a szeretetemet rád árasztom. Tudjátok, mi volt ebben a hiba? Hogy ezt a gátat én is ki tudom nyitni, ugyanis a csap nálam van. Miért várom meg, még a kalapáccsal odajött, és elkezdi bontani ezt a gátat? A büszkeség miatt. És ez mind a kettőnkben így van. Férbe, feleségbe. A büszkeség az akadálya, ugyanis megszűntünk adni a másiknak. Mert ugye lehet, hogy változott a másik. Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt csinosabb volt. Lehet, hogy a férjem akkor 70 kiló volt, nem 100. Lehet, hogy a mogorvább lett. Lehet, hogy valami baj történt vele, és már nem az a kedves. Megszűntünk azt nézni, hogy mit adhatok neki. Megszűnt az a helyes irány. A folyót ezután azt mondtuk, folyjon le. És majd akkor folyik a helyes irányba, majd akkor fog működni. És ez nem jó, testvérek. Ezt fel kell először ismerni. És ha itt megnézzük a szeretet himnuszában, egy picit, az első három versben itt azt mondja Pál apostol, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkos ismeret is, ha vagyonomat felétetem, testemet tűzre adom is. Miről beszél itt az első három versben? Azt mondja, hogy én hívő keresztény emberként, ha a szolgálatomban nagy dolgokat teszek, ha én nyelveken szólok, ha én mártírt, hajlandó vagyok mártírt halálni, testemet tűzre adom. Ha én nagy dolgokat is teszek, és nem tesszük meg ezt, testvérek, nem szolgálunk a gyülekezetet, nem mondunk le kényelmünkről, hogy eljöjjünk kitakarítani a gyülekezetet, nem mondunk le vagyonunkról, hogy adakozzunk, hogy meglegyen a szolgálatra való. Mi is ezt tesszük, lemondunk. De testvéreim, nem szabad azt elfelejteni, hogy Isten mit vár tőlünk, hogy ez a lemondás megkapja majd a gyümölcsét. Az első három versben azt mondja, igen, ha én ezeket szolgálok is az Istennek, de ha szeretet nincs bennem, akkor ez nem ér semmit. Miért nem? Mert Isten maga a szeretet. Jézus, amikor elment, azt mondja, új parancsolatot adok nektek. A régieket már ismeritek, aki ismeri az írásokat. Azt mondom, hogy egymást szeressétek. Szeresse a férje, a feleségét, a gyermekét. Szeresse az atyafia, a testvérét, a gyülekezetben. És szeressük legfőképpen Istent. A házasság az olyan, mint egy benzin alapú motor. A motor akkor működik helyesen, hogyha megvan három feltétel. Kell hozzá a levegőnek és a benzinnek a megfelelő aránya. Ha nincs benzin, csak levegő van, nem működik a motor. Ha van benzin, de nincs levegő, vagy nincs levegő, ha egyik is hiányzik, már nem. De ennek a kettőnek a helyes elegye kell, a helyes aránya. Ezt össze kell sűríteni, és kell még valami. Kell egy szikra, ami ezt megnyitja. A szikrát adja a házasságban az Isten. Ő köti össze a házasságot, ő adja a szikrát, ő működteti. De kell, hogy a benzin és a levegő megfelelő arányban legyen egymással. Egyik a másik nélkül nincs. Kell az a sűrítés, és akkor, ha ez mind megvan, ez a feltétel, akkor elindul és megy. Csak tudjátok, mi a baj? Hogy a mi házasságaink nem a benzinmotorhoz hasonlítanak, hanem a dízelmotorokhoz. Ott ugyanis csak először kell felhevíteni a hengernek a belső hőmérsékletét, és ez történik a házasságunk elején, amikor szerelem van, az fűt bennünket a szerelem, ott van az a hőérték, aztán pedig ugye a hő hatására összesűrítjük, és robban egyet, és utána magától működik. És mi azt gondoljuk, hogy a mi házasságunk is
ugyanúgy magától, nem kell az Istentől a szikra, hát megvan a megfelelő hőm, és elindul, és már a szokások alapján működik a mi házasságunk. Megy, kattog, pöfög, néha akad, kihagy egyet a gyújtás, de megy azért, életünk végéig így el lesz. Elpöfögünk. Nem erre tervezte az Isten a házasságot, testvérek, hanem arra, hogy száguljunk vele, hogy örömmel működjünk, hogy menjünk, és az isteni szikra az mindig ott legyen. Az adja meg a lényeget a házasságnak. Na nézzük csak meg, ez az első három vers azt mondja, hogy figyelj, a szolgálatoddal nekem ne hivatkozzál, hogy igen, döcög a házasságom, de hát én vagyok a lelki pásztor. Hát azért én szolgálok itt. Igen, döcög a házasságom, de azért én, nézd meg Uram, azért én ezt csinálom. Ne takarózz azzal, hogy te mit teszel Istenért. Mi a te szolgálatod? Ha nincs benned szeretet, akkor dobhatod a kukába az egészet. Ha nincs benned szeretet Isten felé, hiába mondod, én szeretem az Istent. Mi módon mondhatod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, hogyha nem szereted a házastársadat úgy, megfelelőképpen, akit látsz? Isten szerinti agapé szeretettel. Értitek, milyen fontos a szeretet? Az Istenhez való szeretetet abban mutatod meg, hogy szereted a házastársadat. Ha nem vagy házas, akkor abban mutatod meg az Istenhez való szeretetet, hogy szereted a keresztény testvéreidet. És ha esetleg van ellenséged, akkor még azt is szereted. Már ezzel tudod megmutatni. És ha majd házas leszel, tanulni ebből, hogy hogyan lehet jó a te házasságod. Egy házasság nem működik magától. Nem olyan, hogy egy dízelmotor, hogy egyszer belököd, beindítod, aztán teszek, amíg üzemanyag van. De sokszor testvérek elfogyik az üzemanyag. És az az üzemanyag nem lehet más, mint a szeretet. Tehát az első három versben itt a szolgálatról van, hogy ne takarózzunk vele. Negyedik vers. Azt mondja a negyediktől a nyolcadik versig, hogy ha van bennem szeretet, akkor az én szeretetem hosszú tűrő, kérdőjel. Tegyük fel magunknak a kérdést. Az én szeretetem az hosszú tűrő? A házastársak felé hosszú tűrő vagyok? Az Isten felé hosszú tűrő vagyok? Ha ő próbál, nehézséget enged meg. Ha a házastársam olyat tesz vele, amit nem tetszik nekem, akkor egy hosszú tűrő vagyok? Hát jó, egyszer még elnézem neki, de többet ne forduljon elő, mert fogom a klumpát és röpülök. Ilyen a mi türelmünk, vagy hosszú tűrőek vagyunk? El tudom nézni az ő hibáját? Mert tudom azt, hogy én magam is követek el hibákat. Az én szeretetem hosszú tűrő, ezt tegyétek fel magatokban. Az én szeretetem kegyes. Mi a kegyesség? A kegyesség az azt jelenti, testvérek, hogy nem csak a látszata van a kegyességnek, a kegyesség az, hogy mindig a jó indulatot feltételezem. Mindig a jót feltételezem. Ha van egy konflikt, oda jön hozzám és mond valamit az én házastársam, akkor én nem azt feltételezem, hogy ezzel engem támadni akarnak rosszat, azt feltételezem, hogy ő valamire felhívja a figyelmemet, hogy tudjak változtatni rajta, hogy jobbá tegyem azt a dolgot. A kegyesség az mindig a jó indulatot feltételezi a másikból. Az én szeretetem kegyes? Az én szeretetem nem irigykedik? Kérdőjel. Kijelentőjellel kellene ezt mondani, hogy az én szeretetem nem, de tényleg? Az én szeretetem nem irigykedik? Nem gondolom azt, hogy hát az én férjemnek adta a vezetést Isten. Miért nem én vezetem a családom? Én sokkal jobban csinálom. És lehet, hogy igazad van. Tudod miért? Mert az én anyám vezette a családom. Ezt hoztam otthonról, ezt láttam. Én ugyanezt alkalmaztam. Odaadtam a feleségemnek a pénzt, a csekkeket, intézni, meg mentem horgászni. Könnyű volt így odaadni a vezetést. Igen ám. De mikor Isten azt mondta, figyelj, téged teremtettelek a vezetésre, ez a te nem kiváltságod, felelősséged. De feleségek, nem irigykedünk akkor néha, hogy miért nem nekem lett az Isten most? Én mindig második legyek. Hát kettesre kezdődik a személy számunk, ott ezért. Nem, testvérek. A feladatban van különbség. Egyenlőek vagyunk az Isten előtt, férj, feleség. Sőt, mindig azt mondja, hogy a gyengébb edénynek tisztességet tévé. Magasabbra megyünk a feleségünket. De ne te várd el, várd meg még a férjed ezt teszi. Ne a szeretet folyásának az irányát ne változtassuk meg. Azt nézed, én mit tudok adni, és tudod, ha te elindítod, te magad kinyitod a te gátadat, elindítod a te szeretetedet, meg fogod látni, hogy ez az a szeretet át fogja törni az ő gátját, és ő is elkezd adni neked. És nem azért, mert te kikövetelted, azt mondtad, hogy addig, amíg te nem szeretsz engem, addig én nem tisztellek téged. Addig, amíg te ezt nem adod meg nekem, addig még nem főzöl minden nap rántatust, én nem szeretlek. Nem lehet feltételhez szabni, nem lehet követelőzni, hanem azt mondom, jól van. Én szeretlek téged. Én kimutatom akkor is, ha te még nem. Én leszek az első, én kezdeményezek. És meg fogjátok látni, hogy Isten olyan áramlatot indít el ebben,
hogy elkezd működni. Jön az isteni szikra, és működik a házasság. És nem adunk teret az ördögnek. Még egyszer mondom, többen számba gondolom. Oda ülnék legszívesen a feleségem mellé, és nézném azt, hogy én milyen hibákat követtem el. Mert én is ezt tettem testvéremmel. Azt mondta, majd, ha a feleségem engem tisztel, jobban tisztel, mert ugye tisztel persze, de engem jobban kell tisztelni. Engem jobban, nekem jobban oda kell figyelni. Én nekem ki kell találni azt a gondolatot, hogy mi az, amiben ő áldás lehet. Értitek, testvérek? Ugyanezt cselekedtem, ebben a csapdában voltam meg, néha vagyok is, mert visszaesünk vele. De ezt fel kell, hogy ismerjük. Az Isten azért adta ma ezt, hogy ismerjük fel, hogy én mit adhatok a másiknak. Majd a végén mondok nektek egy jó illusztrációt, hogy mit tehettek, hogyan láthatjátok meg azt, hogy mit kell cselekednünk a házasságban. Ha elfelejteném, gyertek oda és kérdezzetek rá, vagy elmondom, jó? Na de, az én szeretetem hosszú tűrű, az én szeretetem kegyes, az én szeretetem nem irigykedik, az én szeretetem nem kérkedik. Mit jelent ez? Nem mondtad még a férjednek, feleségednek, hogy ide figyelj, drágám. A mi házasságunk azért működik, mert én viszem a vállalom a házasságot. Én vagyok az, aki szeretlek téged jobban. Te nem teszel meg érte teljesen mindent. Kérkedsz azzal, hogy te vagy az, aki többet adsz a házasságot. Testvérek, benzin és levegő keverékével és a sziklával jön a roppanás, ez mozdítja előre. Enélkül nincs működés. Mindkettőnek megfelelő szerepe van. Ne kérkedj vele, hogy te vagy a férfi, te többet teszel. Ne kérkedj vele, hogy te vagy a fej, én vagyok a férfi, én vagyok a fej a családnak. Te meg azt mondj, ne kérkedj azzal, én meg a nyak vagyok, aki a fejet mozgatja. Tehát lehetsz te a fej, majd én arra mozdítalak, arra megyünk, amelyé. Nem csináljuk ezt oly sokszor. Te igen. De nem helyes. Ne fordítsuk meg az irányt. Menjünk arra, mert Isten szeretne. Ő fogja tudni megjavítani és megváltoztatni a házasságot. Hogyan? Úgy, hogy rajtunk keresztül. Hogy bennem elindítja azt, hogy én tekerem a gátat, és elindítom a szeretetet a házastársam felé. Az én szeretetem nem cselekszik égtelenül. Mit jelent ez, hogy égtelenül cselekedni, testvérek? Sokszor én elkövettem azt a hibát, hogy én nagyon szeretek viccelni. Tudjátok jól, hogy a humor az nálam genetikai rendellenesség. Apám is ilyen volt, én is, és sajnos a fiam is ezt örökölte. Ez nem baj, ha megfelelő keretek között alkalmazza az ember. Ez olyan, mint a szexualitás. Ha ezt keretek között alkalmazod, akkor ez áldással válik számodra. A humor ugyanilyen. Olyan, mint a tűz. Ha a tüzet a kandallóba teszed, ott nagyon jó meleget ad, kályhába tartod. De az a tűz onnan kiszabadul, leégeti a házadat. Ilyen ez a humor is. És tudjátok, én nem cselekszik az én szeretetem végtelenül. Amikor ismeretlenek előtt viccelődök, a feleségemből viccet csinálok a kapcsolatunkban, és én azt hiszem, hogy csak vicc, de ő megváltódik ezen, mert igaza van, mert az az ismeretlen nem ismer engem, hogy én ezt csak viccként szállom. És ez égtelenül mutatom ki a szeretetet felé. Megbántom ezzel. Nagyon figyelni kell, hogy ez nem Isten dicsőségére való, hogyha ilyenek vagyunk. Nem keresi a szeretetem a maga hasznát. Na testvérek, ez itt megint egy kényes pont. Miért szeretem én a házastársamat? Azért, mert azt remélem, hogy ő akkor kimossa a ruháimat, felporszívozza a lakásomat. Azért szeretem a férjemet, mert hazahozza a fizetését, és biztosítja nekünk a lakhatást, a lakbért, a nyaralást, az autót. Miért szeretem a férjemet vagy a feleségemet? Nem keresi az én szeretetem a maga hasznát. Ha ilyen vagyok, akkor ez nem az a agapé szeretet, hogy én adni akarok és pont. Én nem várok el semmit. Az én szeretetem ilyen, akkor testvérek, ott baj van. Meg kell vizsgálni, hogy milyen az én szeretetem. Nem gerjed haragra. Az én szeretetem. Ha én szeretek valakit, akkor hogyan lehet, hogy utána kiabálok fel? Ugyanazzal a személlyel, akinek a fülébe suttogtam, hogy szeretlek. Hogy vonzódok hozzá. Belesuttogom a fülébe, utána meg beleordítom a fülébe, már megint nem mosogattál el, erre jöttem haza. Hogyan kiabálhat ugyan az ember? Ez a szeretet kimutatása? Vagy feleség? Na, már megint ledobtad az oknidat, nem tudod kivinni a szennyesbe. A szeretet kiabál. Jakab azt mondja, hogy ugyanabból a patakból nem csörgedezhet édes és keserű,
Nem jöhet ki ugyanabból a forrásból sós víz és édes víz. Tehát figyeljünk el, mert ezek azok a csapdák, amikbe beleesünk. Hogy a mi szeretetünk nem megfelelő a másik irány. Nem rúgja fel a gonoszt. Testvérek, amikor mi megbántjuk a házastársunkat, és utána bocsánatot kérjük, akkor a helyes és biblikus megbocsátás, hogy elfelejtett, megbocsátok neked, megyünk tovább. De amikor vissza, amikor legközelebb összezördünk, és akkor már nincs érvünk, mit mondjunk, akkor van nekem a talsajóban. Hát amúgy, hogy megbántott engem, na akkor ezt most vissza, felhúgom ezt a gonoszságot, amit ellenem művel. Ez nem a biblikus megbocsátás. Ez ugyancsak rossz. A szeretet nem cselekszik így. Az Isten szeretet. Meg kell tanulnunk szeretni. Honnan? Majd elmondom nektek, hogy mi az a jó kézikönyv. Van egy fejezet, amiből a házaspárok, ha mindketten elolvassák és tanulmányoznátok, akkor jóvá tudjátok tenni a házasságokat. Jóvá tudjuk tenni a házasságokat. Úgy mondom, mert szükségem van nekem is, hogy még jobban meg tudjuk jobbítani a házasságokat. Nem örül a hamisságnak. Az én szeretetem. Nem örül a hamisságnak, vagy örül? Mit jelent ez? Ha a feleségemet megvádolják, vagy a férjemet valamivel, akkor azt mondom, úgy van, megérdemli. Hát engem is bántottam múltkor, megérdemli. Még ha nem is igaz, akkor is, csak szenvedben egy picit. Örülök annak, hogy most nekem védenem kell az én férjemet, vagy feleségemet. Mert ketten lesznek egy testé, ezt mondja a Biblia. Egy egységé. Mit jelent, hogy egy testé? Az nem azt jelenti, mint a CIA-nek összenövünk, hanem egy egységé válnak. Mi úgy gondolkodunk és úgy cselekszünk mind a ketten egy akarattal. Eldöntjük, hogy a házasságunkban így lesz, és ezt cselekszünk. Itt veszünk házat, itt élünk, ez az autónk, ez a szolgáltatás, ez a gyülekezetünk. Ketten, mind a ketten egy akaratra jutunk ezekben a dolgokban. Ezt jelenti, ketten lesznek egy tetség, egy egységé, és ezt az egységet úgy hívják, hogy család. És a családot egy férfi és egy nő alkotja. Nem kell hozzá gyerek, hogy te család legyél. A gyermek már Isten ajándéka hozzá. Kiegészíti a te családodat. De ha egy férj és egy feleség Isten szerint összeállásodik, összeköti az életét, akkor már családként működik. Egy egységként. Itt felolvastam nektek 2, 4, 6, 8 nemet. Nem rúgja, nem gerjed haragra. És van itt a Pál apostol megemlít egyet, de. De mit cselekszik az, hogy a de. Együtt örül az igazsággal. Az én szeretetem együtt örül az igazsággal. Tudok annak örülni, hogyha az én férjemről kiderül, hogy mégiscsak neki volt igaza, és nem neked, ha kettünk között van konfliktus. Mindent elfedez. Az én szeretetem mindent elfedez. És ez egy nagyon fontos tulajdonsága a szeretetnek. Hogy amikor megbánt valaki, egy testvér, egy atyafi, vagy a férjem, vagy a feleségem megbánt engem, és ha én szeretem őt, akkor ez elfedezi az ő vétkének a súlyát. Az ő vétkét csak az fedezi el, ha a bocsánatot kér, én pedig megbocsátok neki. Akkor ez rendezve van. De ez különböző mértékben bántjuk meg egymást. Vannak kisebb sérelmek, amiket hamar elfelejtünk, de van olyan, amikor fogjuk azt a nagy kést, és beledöfjük a másik szívébe. Hogyan tesszük ezt? Szavakkal. Testvéreim, én elmentem és egy ige hirdetést hallgattam, amikor a prédikátor elkezdett 10 percen át az Ézsaiás könyvéről beszélni, és egyszer csak megállt, azt mondja, most mondanom kell valamit. Kérdezni szeretnék tőletek, akik itt vagytok. Férfiak, szoktátok ti kritizálni a feleségeteket, a főztjüket, a szolgálatokat a gyülekezetben, az öltözködésüket? Szoktátok kritizálni? Tudjátok, mit csináltak ilyenkor? Kés döftök a szívére. Gyilkos vagy, ember! A felséged gyilkosa vagy ezzel. Szavakkal öljük egymást. És úgy csúsztam le a széken, és hát gondolom pár feleség meg ugye oldalt nézett, jó, mondja csak pásztor, jó, megmondtad neki. De folytatta ez az ige hirdető, azt mondta, hogy feleségem, szoktátok kritizálni a férjeteknek a szolgálatot? Ezt jobban csinálhatnád? Az öltözködését szoktátok kritizálni? Már megint ezt a béna nyakkendőt húztad? Szoktátok kritizálni a férjeteket? Tudod, te mit csinálsz, asszony? Hátba döföd a fejedet! Gyilkos vagy! Te hátba döföd, mert neked segítened kéne, de a szavaiddal legyen a döfőd.
Ezt csináljuk, öldököljük egymást. És csodálkozunk, ha a házasságaink válságba jutnak. Csodálkozunk, hogyha nem örömöt adnak, hanem mérgességet, meg gondot, meg bánatot. Jövünk, és akkor ilyen ábrázatos képünk van. Meg rá van írva az arcunkra, hogy mi történt otthon. Behozzuk ide gyülekezetbe. Próbálunk vasárnapi arcot, nincs vasárnapi arc, meg hétköznapi arc, testvérek. Hívő keresztény emberek. Őszintének kell lennünk egymáshoz, és őszintének kell lennünk az Istenhez. Mert Isten előtt el nem rejthetjük. A problémák nem azért vannak, hogy a szűnyeg alá söpörjük. A problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket. Isten segítségével. Nem könnyen mondom ezeket a szavakat. Mert amiket kimondok, az mind egytől egyig rám vonatkozik. Ha nem hiszed el, kérdezz meg a feleségemtől az alkalomtát. De mondd neki csak óvatosan, mondja. Higgyétek el, hogy mindannyian elkövetjük ezt a hibát. Mindegy, hogy te előjáró vagy, vagy csak a... Ó, én csak a gyülekezet perifériában vagyok. Jó, gyere be a vérkeringésbe, várunk szeretettel. De mindannyian hibázunk, akik házasságban élünk. De Isten ad lehetőséget. És meglátjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Két lehetőség van. Vagy feladod, vagy harcolsz házasságban. Figyelj! Mindent elfedez, mindent hiszem. Hiszel a férjednek, vagy feleségednek, akik elmondja, hogy miért cselekedte ezt? Hogy nem, ó, bocsáss meg, nem akartalak én megbántani, de a munkahelyen fölidegesítettek, és hazahoztam a munkámat, és rázújtottam. Megpusztak el, bocsánat. Elhiszed, hogy ezért van, vagy azt mondod, hogy nem. Ő direkt akart engem bántani. Ő már kitervezte hazafelé a buszot, már mikor át, ott elkezdte engem, hogy fog bántani. Mindent elhisz a te szeretetet. Mindent remél. Tudja remélni a benned lévő szeretet? Hogy meg tud javulni a házasságot. Ne azt remél, hogy meg tud változni a férjed, feleséged. Azt remél, hogy én meg tudok változni azért, hogy ő majd erre reagálni tudjon. Tudod ezt remélni? Van ilyen szeretet benne? Mindent eltűr. Hát testvérek, szerintem ez rakja fel az írápontot. Mindent eltűrni. Na azért van egy határ, nem? Hogy amit én a férjemnek, feleségemnek eltűrök, idáig jöhet. Na de itt, ha ezt átlépi, akkor borul a bili, ahogy szokták mondani. Testvérek, ez az agápé szeretet mindent eltűr. És ha te eltűrök, és kimutatod a feleséged, férjed felé a szeretetedet, ő erre reagálni fog. És meg fogod látni, hogy elindul a motor. Mert Isten akkor adja majd meg a szikrát, hogyha a benzinnek és a levegőnek megfelelő arányú keveréke áll rendelkezésre. Összesűrűsödik, és Isten odaadja a sziklát. Ez berobban, és megindul a motor. És helyesen működik, jól fog működni a házasság. Ezért tennünk kell. A házasság nem működik automatikusan. Ahogy elkezdtél udvarni, az sem működött automatikusan, gondolom, ti nem tudom, én nem így voltam, de lehet, hogy így voltatok. Nem úgy volt, hogy beléptem egy terembe, és egyszer csak fölpattant a feleségem, és odaadott a gyakamba, hogy én a feleséged akarok lenni. Nem, ezért nekem tennünk kellett. Oda kellett hozzá menni, és megosztani vele az érzelmeimet, udvarolni kellett. Kellett tennem azért, hogy ő a feleségem legyen. Gondolom neked is férjed felesége. Kellett valamit tenned, udvarolni, kimutatni felé a szeretetedet, a vonzalmadat iránta. Na most miért gondoljuk azt, hogy amikor kimondtuk az oltárnál azt a boldogító igen, amikor az eskünket kimondtuk, hogy én voltam igla, a jobban, rosszban, melletted vagy. Egészségben, betegségben, gazdagságban, szegénységben, míg a halál ellen válasz. Ha ezt az esküt kimondtam, miért gondolom azt, hogy utána ez majd automatikusan így is lesz? Nem, ezért tennünk kell. Tehát két választásunk van. Vagy feladjuk, vagy pedig harcolunk a házasságunkért, és teszünk érte, és megnyitjuk a szeretetünket. Mit jelent a Máté 19-ben? Jézushoz odamentek a farizeusok, figyeljetek! Jézustól megkérdezték ezt, hogy igen, ez a házasság, amit az Isten, ez jó, meg minden, de na de azért bele kéne kötni valahogy Jézusba, oda mentek és megpróbálták őt egy kicsit próbára tenni. A Máté 19-ben, figyeljetek csak, mit mondanak neki a farizeusok? Azt mondják neki, és lőn, amikor elvégezte Jézus a beszédeket, mélek Galileából, Júdának határaiba és a Jordánon túl. És követő nagy sokaság, és ott meggyújtotta őket. De hozzámentek a farizeusok, kísértvén őt mondván, szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani? Jézus, elválhatunk vagy nem? Ha engem megfelelőképpen fölidegesít a feleségem, ha átlépi azt a határt, amit azt mondtam, hogy na eddig, akkor szabad-e nekem elválni? És miért kérdezték Jézustól?
Mert ők nagyon jól tudták, hogy a mózesi törvényben volt egy olyan cikke, hogy hát ha vállólevelet adsz a feleségednek, és megindoklod, akkor elválaszol. De akarták mondani, na akkor te ellenkezel Mózessel, vagy na akkor most te mit mondasz el? Mint amikor a parázna nőt odavitték el, és azt mondták, hogy Mózes azt mondta, hogy az ilyeneket, aki tetten kapogott, meg kell kövezni. Na te azért mit mondasz? Tehát ez volt a motivációjuk a farizeusoknak. Szabad-e elválni, vagy nem? A Mózes már megengedte, na te ki vagy, hogy te most mit mondasz el? Figyeljétek, mit mondjuk. Ő pedig felelném mondta, nem olvastátok én, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonyá teremté őket. És ezt mondta, annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test, amit azért az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. Itt a megoldás. Amit Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. Tehát Jézus azt mondja, figyelj, küzdjél a te házasságodért. Ha Isten előtte kimondtad a fogadalmadat, hogy boltodiklan, akkor teljesítsd be. Legyen a te szereteted olyan, kitartó, hosszú tűrő. Tegyél érte. Nyisd meg a zsilipet, a szereteted gátját, te magad nyisd meg, és kezd el szeretni a házastársadat. Tegyél ezért a dologért. Kezdettől fogva nem így volt. Férfiú és asszonya teremti őket, és ketten lesznek egy testé. Amit azért az Isten egybeszerkeztett, embert el ne válaszza. Tehát nekünk keresztényeknek a válás nem opció. Ezt mondja Jézus. Na de várjatok, nem lehetetlen, nem azt mondja, hogy ez lehetetlen, meg nem fordul elő, mert a történelemben már előfordul, hogy hívő keresztény házaspárok is elváltak. És majd megnézzük, hogy Pál apostol, mert ugye én szeretem megnézni azt is, hogy mi van a levelekben, mi van a gyülekezeteknek írva erről. Meg fogjuk azt is nézni. De figyeljetek! Farizeusok mindjárt rákezdenek. Hát miért rendelte azért Mózes, hogy vállalevelet kell adni, és úgy bocsátani el ezt az asszonyt? És mondani ki, Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg néktek. Látjátok mi? Itt a gyökér probléma. A ti szívetek keménysége miatt. Tehát aki úgy dönt, hogy nem menti meg a házasságát, hanem mégiscsak elválik, és majd megmutatom nektek a pár levelekből, hogy hogyan működik ez. Ha úgy dönt, az miért dönt úgy? A szívének keménysége miatt. Ez itt a... Ezért nem nyitjuk ki a zsilipet. Majd, ha ő, majd előbb ő, én büszkén vagyok, majd, ha ő megint. Ha ő majd tisztel engem, akkor én szeretni fogok. Nem, majd, ha ő előbb szeret engem, akkor fogom tisztelni. Most nincs mit tiszteljek benne, most nincs mit szeressek benne, és meg az adott kapok a büszkeség miatt. Mert ő tegye meg ezt a lépést. Testvérek, hol van itt az az a lázad, ami Krisztusban volt? És itt még egyszer mondom, keresztény házasságokról beszélünk. Attól, hogy valaki újjászületik, automatikusan nem lesz jó Isten szerinti házasság. Tenni kell érte. Isten ide adott egy kézikönyvet, amiben elmondja, hogy kicsoda ő, hogyan ismerhetjük meg őt. Hogyan lehetek vele kapcsolatban. Elmondja, hogy ki vagyok én az ember. Elmondja, hogy mire teremtett engem. Hogy házasságban értem. Nem jó az embernek egyedül. Adok néki segítőtársat. Ő hozzá megfelelőt adok. És megáldom őt gyermekekkel. És szaporodjanak és sokasodjanak ezen a földön. Hagyják uralmuk alá ezt a földet. És én közösségbe akarok lenni. Erre teremtett az Isten bennünket. Itt azt mondja nekik Jézus, miért rendelte a ti szívetek keménysége miatt? De kezdettől fogva nem így volt. És itt azt mondja Jézus, figyeljetek már őt. Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja az ő feleségét, bár lehet, hogy Mózes megengedte nektek, de aki elbocsátja a feleségét, hanem ha parázasság miatt, és mást veszel, házasságtörő. És aki elbocsátottat veszel, az is házasságtörő. Figyeljetek, itt van egy kibú, azt mondják, ó, figyeljetek, hát már megengedi a Máté apostolnak, nézzétek, mit mond? Mondom nektek, aki elbocsátja a feleségét, hanem ha paráznaság miatt. Hát itt a kulcs, testvérek. Hát ha paráználkodik, akkor én elválhatok. Ez nem ezt mondja ez az igen, figyeljetek el. Mit mond ez az igen? Azt mondja, hogy aki elbocsátja a feleségét, hanem ha paráznaság miatt és más teszel, házasságtörő. Hanem ha paráznaság miatt, mert hogyha paráználkodott előtte a feleséged, akkor nem te leszel a házasságtörő elbocsátott, hanem a te feleséged már házasságtörő volt. Értitek? Nem arra biztos, hogy akkor váljál, hanem ha a paráznaság okán kívül. Ha ezen kívül
bocsátod el. Ha nem azért bocsátod a feleséged belül a házasságot, akkor te vagy az első, aki megtöröd a házasságot. De ha ő már paráználkodott, ő vett a házasságtől. De egyik sem jó. Ezen is lehet segíteni. Isten be tudja gyógyítani a sebeket. Tehát ez az első lépés, amit megmutattam nektek, hogy mit mond Jézus itt a farizeusoknak. Igen, volt itt egy kis kapu, de ez a szívetek kevésség. Ha ezt a kaput, ezt az utat akarjátok? Lehet. De akkor tudjátok meg, hogy ez a ti szívetek kevésség miatt van, hogy ti külön utatok. Isten egy beszélkeztet benneteket, azért ember ezt el ne válassza. Ha ti mégis azt választjátok, mert lehet. Hol lehet ezt látni? 1 Korintus 7-hez alapozunk. Testvérek, az 1 Korintus 7-ben Pál apostol egy olyan gyülekezetnek ír levelet a korintusbelieknek, ahol elég szabados volt a keresztény élet. Egy bálványimádó, több isten hitű nemzetek, képzeljetek el a görögöket, akiknál, hát igen, olyan isten tiszteleteik voltak, ahol áldoztak a szerelem oltárán, ahol inkább a szeretetnek nem az agapé formáját, hanem inkább az erosz szeretetet alkalmazták, ahol inkább a testi szeretet volt a lényeg. És az mindegy volt, azt nem egy ember felé, hanem szabadosan alkalmazták. Tehát egy olyan nemzetnek, ahol onnan térnek meg emberek azokból a bűnökből, a bálványimádásból, az erkölcstelenségből. Ő neki ír egy levelet, és azt mondja neki Pál apostol az 1 Korintus 7-ben, mindjárt megkeresem, az 1 Korintus 7-ben, igen, itt van, a 10-től a 11-es versig. Figyeljétek, mit mond Pál apostol. Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül. Vagy béküljön meg a férjével, ha nem bír házasság nélkül élni, és a férj se bocsássa el a feleségét. Ebben a két igeversben azt mondja, figyeljetek mi a lényeg, azt mondja Pál apostol. Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr. Pál apostol különbséget tesz. Mi az, amit Jézus Krisztus kijelentés által neki mondott, hogy ezek az Úr rendeletei. Például az 1 Korintus 11-ben az úrvacsora. Azt mondja ott Pál apostol, mert magam is úgy vettem, amit néktek előtökbe zsadok. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán mit tett. Ezt magam is úgy vettem. Kitől? Az Úr Jézustól. Kapott kijelentést. Ő is ugyanúgy, mint az apostol találkozott személyesen az Úr Jézussal. Az arábiai sivatagban megkapta a kijelentéseket, elragadtatott a harmadik égig, és ezekről ő beszámolót tesz, bizonyságot tesz róla Pál apostol. És itt nagyon hangsúlyosan mondja, hogy azoknak, akik házasok, az Úr mondja nevét, hogy azt mondja az Úr, hogy az asszony a férjétől el ne váljék. És itt van a kiskapu, figyeljétek, itt van a döntési lehetőség, mert Isten szabad akaratot adott nekünk keresztényeknek is. Nem azt mondta, hogy ha te keresztény leszel, akkor nem válhatsz el, mert akkor elkárhozol. Nem. Elválhatsz, te döntésed ez is, de figyeljétek. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül. Ha elválsz a te feleségedtől, a te férjedtől, maradj házasság nélkül, akkor nem leszel házasságtörő, ha nem kötöd össze más férfival, más feleséggel az életedet. Maradj úgy! Mi lehet ilyen opció egy keresztény életében, hogy ezt meghozz ezt a döntést? Én két okot tudok elképzelni. Az egyik az az erőszak, a fizikai vagy lelki bántalmazás, ami miatt esetleg ilyenre tetemet. Hát a másik pedig az életének a veszélye. Ha veszélyben érzi az életét, mert olyan a férje vagy a felesége, akkor esetleg elválhat. De maradjon úgy, azt mondja Pál apostol. Lehet olyan, hogy a férjnek esetleg el ne zavarol valamit a feleségnek, és ön és közveszélyes lesz. Na most ezt egy orvos elmondja, hogy ő sajnos ön is közveszélyes, mit lehet tenni? Döntetsz. De döntetsz úgy, hogy akkor is mellette maradok, és vállalom, hogy majd Isten fog megvédeni engem. Tehát van egy opció, hogy elválsz, de maradj úgy. Ha Isten szerint akarod élni az életedet, akkor maradj úgy. És itt azt mondja, hogy vagy pedig béküljön meg a férjével. Ha elválik is az asszony, maradjon úgy, de ha nem bír úgy maradni a testi szükségletek miatt, mert Isten adta nekünk ugye a szexualitást. Ez egy jó dolog a keretek között, a házasság keretein belül alkalmaz. De ez a fizikai vágy bennünk van, a szexualitás irányú vágy, ennek kielégítése, ez bennünk van, hogy kell erre egy eszköz. Kell erre valaki, aki a keretek között alkalmaz, a házasság keretein belül, akkor ez Isten áldását vonja maga után. Na de ha ezt máshol alkalmazod,
akkor ez házasságtörés, paráznaság és egyéb bűnöknek sokaságát hozza. És ne felejtjétek el, ezeknek mind a következménye van és lesz. Amikor Isten elé állunk, mindenről számot kell adni. És ugye azt mondja, hogy paráznák nem örökölhetik az Isten országát. Lopók, férfi szertősítők, itt megmondja, milyen bűnök azok, amiket, hogyha folyamatosan cselekszel, nem arról van szó, hogy egyszer elkövetted, és utána meghallottad, elhagytad. Gondoljatok Dávidra. Dávid parázna volt? Igen. Gyilkos volt? Igen. Megölte a férjét, annak az asszonynak. Paráználkodott egy férjes asszonynal. Házasságtörő volt. De ő egyszer ezt megtette, megvallotta, és elhagyta ezt a bűnöt. Isten megbocsátott neki. És azt mondja erről az ember, hogy szíve szerint való férfi. Testvérem, aki itt ülsz, lehetsz a feleséged szíve szerint való férfi. Asszonyok, akik itt ültök, lehettek a férjetek szíve szerint való asszony. A döntés a te kezedben van. Ahogy az üdvösségre is, nem Isten dönti el, hogy te mennyországba mész vagy nem. Ő már eldöntötte ezt, elküldte fiát. Ugyanúgy nem a másik fogja eldönteni, hogy te neked jó, hogy lesz házasságod vagy nem. Te döntöd el. Meghozhatod most ezt a döntést. Nekem is naponként kell jó döntéseket hozni. Én is elkövettem a magam hibáját. És amikor az Isten ezt megmutatta nekem, akkor azt mondtam, Uram, változni akarok. Idáig változtatni akartam a feleségemet. Uram, majd ha a feleségem ilyen meg olyan lesz, akkor lesz jó házasság. Nem. Nem változtatni kell, hanem változni kell, testvérem. Ez a kulcsa. A szeretet himnuszának ez a kulcsa. Az agapé szeretet az azt mondja, hogy szeretlek és pont. Nem, szeretlek majd, ha te ezt meg azt teszed, én értem. Nem. Ezt tegyük meg ma. Kétfajta házasság van. Az egyik, ami elromlott, és a másik, ami elfogromlott. Miért mondom ezt? Mert tökéletes házasság nincs, testvérem. Mert bűnösek vagyunk és hibázni fogunk. De ha elromlik valami a házasságokban, ahogy egy motornál, ha elromlik valami, akkor oda visz a karburátorhoz, és állítasz a levegőnek, meg a benzinnek az arányát. Beállítod a helyes arányt, utána megnézed, hogy miért nincs szikra, lehet, hogy beköpte valami a gyertyát. Lehet, hogy ott a bűn, ami nem tudja az isteni szekrát adni. Ezt el kell döntened, hogy akarom ezt tenni. És először nézd meg a magad oldalára, hogy mit tudok én nyissam ki a szeretet csapat. Ne várjam, hogy majd, ha túloldalra fogy. Ne változtassuk meg a folyó irányát. Döntés kérdése. És azt mondja, hogy egyet, hogyha pedig elválik és maradjon házasságban, vagy béküljön meg a férjével, és a férj se bocsássa a feleségét. Tehát a férjeknek is ezt mondja, és a feleségeknek is, hogy kezdettől fogva nem így volt. Amit Isten egyben szerkesztett, azt ember el ne válaszol. Ha elromlik valami, akkor nem kidobjuk és egy új alkatrészsel helyettesítjük. Ó, nem baj, majd hozok egy másik feleséget, hozok egy másik férjet. Egy újabbat, egy jobbat, ez jobb alkatrész, és majd így menni fog. Nem, meg kell javítani testvére. Mert amit Isten egyben szerkesztett, az úgy jó. És akkor leszünk majd boldog és áldott házasságban, ha mi kezdeményezünk és mi teszünk ezért. Istennek ez az üzenete, amelynek el kell jusson minden szintben. Az enyémbe ugyanúgy a tiétekbe. Nekem is szükségem van változni és nem változtatni. Változtatni egyedül Isten az, aki képes bennünket. Kérjük ezt az Istentől, hogy Uram, hadd változzak én először, hadd mutassam ki én először a szeretemet a feleségem felé. Hadd tudjak megbocsátani, hadd tudjak bocsánatot kérni, hadd tudjak rendezni az én dolgaimat, hogy tiszta kezeket felemelve tudjak imádkozni. És akkor, ha ide jössz 4 órakor, akkor gyere és imádkozzunk. Ma 4 órakor csak a házasságokért például imádkozhatunk. Hát valósul, hát nem mi szoktuk. Hát mi úgy szoktuk, hogy mindenért imádkozunk. Értitek ezt, hogy így szoktuk. Beleragadunk olyan szokásokba, amit nem vizsgáljuk meg, mint a bérelőek, hogy úgy vannak egy ezek, amit Isten akar, hanem hát így szoktuk, szokás alapján elmondunk, hogy imád. Nem, változhat. Lehet, legyen a ma délután a házasságukért. Legyen a következő vasárnap a gyermekeinkért az imádság. Hogy ők visszataláljanak az Istenhez. Megtérjenek, újjászülessenek. Nem lehet így imádkozni? Nekem kell változtatni. Te is változtathatsz rajta. Én is. Változzunk, testvérek. Isten ezt várja tőlünk, hogy mi változzunk, és ne másokat akarjunk változtatni. Hajtsuk meg a fejünket, és csak
csendesedjünk el, gondolkodjunk el, hallottahol. Gondolkodjunk el azon, mit akar az Isten tőlünk. És hogyha szeretnél reagálni rá, akkor van lehetőség. Majd pedig én bezárom a imádásra. Befejezzük oda. Uram, Te indítod a szívemet, hogy én kezdjem először az imádságot. Én kérjelek először, hogy Uram, segíts nekem változni. Segíts nekem, Uram, hogy jó példával járjak elő. A családom számára, a gyermekeimnek tudjak jó példát mutatni, a gyülekezetemnek tudjak jó példát mutatni. Én magam akarok változni. Én magam fogok is változni. Mert úgy szeretem a feleségemet, ahogy Te szerettél engem, Istenem. Add meg nekem ezt a kegyelmet, hogy lássák meg az emberek ezt a változást az én életemet. Elkérlek a Fiad nevében. Amen.